Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban szó lesz majd a málnatermesztésről és arról is, hogy hogyan tűrik a szarvasmarhák a nagy melegeket. Előtte azonban egy aktuális agrotechnikai eljárással, a tarlóhántással kezdünk. A nyári mezőgazdasági munkák közül a legfontosabb a tarlókezelés és a tarlóhántás. Elsősorban a nedvesség megőrzése miatt végzik a termelők, de a szármaradványok leszántásával tápanyag is jut a talajba. A gazdálkodók tárcsázzák, majd szántják, mások viszont vegyszerezik a területet. A tarlóhántást vagy az ugarolást azt igenis igénylett elvégezni. Konkrétan az egyik fő szempont, vagy a fő ok miatt az pedig, hogy a kapilláris eleket bezárjuk, és hogy a meglévő mennyis nedvességet a talajban megvigyázzuk későbbre. Konkrétan ez az idei évben annyira most nem indokolt, mert hál' Istennek elég sok esőnk is van, meg ígérkezik, hogy lesz is, de annak ellenére a talajhántást el kell végezni. Ha más nem, akkor az miatt, hogy a gyomok, amelyek a talaj felszínén voltak, bekerüljenek egy sekély talajrétegbe, és ezáltal kiprovokáljuk, vagy kiserkentsük őket arra, hogy csirázzonak, kikeljenek. Ezeket a gyomokat akár vegyszeresen, akár mechanikusan meg tudjuk őket semmisíteni, tehát akár egy új tarlóhántással, vagy pedig egy sekély talaj előkészítéssel, vagy magágy előkészítővel, akár tárcsával, bármivel meg lehet ezeket a gyomokat semmisíteni. Ha nagyon sok gyomnövény jelent meg a talajon, a parcellán, akkor ajánlott egy vegyszeres beavatkozás, tehát valamilyen totál herbicidekkel, amellyel lepermetezzük, utána pedig a talajba dolgozzuk, és ezáltal csökkentjük a gyomnövények állományát a parcellán. A technológia meg a technika fejlődésével magában az ugarolás kezd elmaradozni a parcelláinkról, úgy néz ki. Az új gépezetekkel, új kompozíciókkal, amint hogy konkrétan a úgynevezett gruberolás, vagy pedig a nehéz tárcsák alkalmazása, vagy bármilyen más talaj megművelő gépek alkalmazása egyre aktuálisabb, és ezekkel egyaránt ugyanúgy, mint az EK-vel egy nagyon szép munkát tudunk végezni. Mondjuk a tárcsákat, vagy pedig a grubereket használjuk, akkor akár másodvetésre egy vagy két menetben el is tudjuk készíteni a talaj. Tehát nem szükséges még plusz talaj előkészítést végezni magágy előkészítővel. Úgy divat konkrétan a termelők között a zöld rágyázás. Pára megpróbálkoztak vele, hogy a tarlókat bemunkálták, és takarmányrepcét vagy olajrepcét vetnek be ezekben a mai napokban. Csapadéknak köszönhetően ők megnövekszik ősz folyamán, ősz vége felé, tehát vagy taruppal, vagy pedig vegyszeresen, tehát megsemmisíteni, és utána azt bedolgozni a talajba, és ezáltal a talaj struktúráját, a talaj szerkezetét javítjuk, és organikus, tehát zöld anyagot juttatunk be a talajba, amely, ha hosszú éveken keresztül csináljuk ezt a műveletet, akkor javítja a talaj szerkezetét, a talaj áteresztő képességét, úgy víz, mint levegő szempontjából, a talajlakó élőlényeknek a száma növekszik, a mikroorganizmusok száma növekszik, és ezáltal javítani tudjuk a talaj szerkezetet és a talaj minőségét. Minden mezőgazdasági munka, beruházást, pénzbeli megterhelést jelent a gazdának, de ezzel az agrotechnikai művelettel a talaj szerkezetét és a talaj életet is lehet javítani. Számolni kell azzal az üzemanyag mennyiséggel, amit elhasználunk ezekre a műveletekre, vagy esetleg, hogyha másodvetést alkalmazunk, akkor hogy azt számolni kell a vetőmaggal, vagy esetleg egy valamennyi mennyiségű műtrágyát vagy tápanyagot azért nem ártan őnek is, mert csak növény, csak fejlődik, igényli. Ki kell azért számolni papíron, hogy ez nekünk kifizetődő vagy nem, de hogyha konkrétan zöldrágyázásról beszélünk, és annak próbáljuk az anyagi oldalát nézni, akkor valószínűleg minden gazda arra, hogy az nem kifizetődő. Ha egy kicsikét a természetes, úgymond a biológiai oldalát nézzük a dolognak, akkor igenis hasznos, és megéri azt a pici befektetést, hogy a talajunkat, amit szándékozunk és tervezünk még hosszú éveken keresztül használni, jó minőségbe hagyjuk, jó állapotba hozzuk, és ezáltal igenis az a kis befektetés megéri ezt a végső eredményt. A tarlóhántással a szármaradványok mélyebb rétegekbe kerülnek, így javasolt nitrogéntartalmú műtrágyák alkalmazása is, mert a talajlakó baktériumok elsősorban ezt az elemet használják a lebontáshoz. Szerbia jelentős részében málna termesztéssel foglalkoznak, amely igen komoly exportbevételhez juttatja az országot. De nem csak Szerbiában, hanem Vajdaságban is vannak olyan gazdálkodók, akik ezt az irányt választották.
Szerbiában évente mintegy 40 és 60 ezer tonna málna terem. Ennek 90%-a kerül exportra. A közép-szerbiai termelők évek óta elégedetlenek az árral és a felvásárlási feltételekkel. Vajdaságban azonban egyre nagyobb területen kezdenek málnát termelni, mert a kis piacokon még ilyenkor is magas, 150-200 dináros áron lehet értékesíteni. A Temerini Varga Zoltán 2500 négyzetméteren telepített 6 évvel ezelőtt málnát. Az ültetvény a harmadik évben fordult teljes termőre, akkor 3 tonnát takarított be. Az idén eddig már 1000 kiló friss gyümölcsöt leszületelt és frissen értékesített. Költségkiegészítő vállalkozásként műveli, szerinte így is megéri. Fiammal kezdtük. Szóval hát inkább ő volt benne a dologban, mivel hogy ő ismerkedett meg ezzel a termesztéssel, járt a vajdaságot a munkából kifolyólag, és ott elbeszélgetett az illetővel, aki már termeszti. Már akkor termesztett Gyurgyevón, és akkor úgy megtetszett neki, meg látott benne valami jövőt, és akkor hát úgy engemet is rábeszélt, és akkor úgy így indítottuk be. Van jövedelem, alapszinten csináljuk, alacsonyabb szinten, nem profi szinten, mennyiség is nem annyi, de viszont a házi bürőt föltölti. Mennyire gazdaságos, mennyire kifizetődő így ilyen módon málnatermesztéssel foglalkozni? Kifizetődő, már ezen a szinten is, nagyobb szinten viszont már meg lehet belőle élni. Akinek egy-két hold málnája van, az van nagy jövedelem, úgyhogy évi szinten is néhány ezer vagy 10 000 eurót tesz a jövedelem. Úgy mondják, hogy 12 évig egy helyen bír a málna, hát még egy 6 évet, ha lehúzunk ilyen tempóba, esetleg fölfrissíteni, újakat telepíteni itt, ahol hiányos a sor, mert nagyon rosszul fogta meg a palánta, amikor elpalántáltuk, olyan körülbelül 50% csak, úgyhogy na most azt én lassan-lassan pótolgatom, de hát még mindig nincs azon a fokon. Harmadik évben volt a legjobb termés, sem idáig, olyan 3 tonna körül volt ezen a 4 soron, hát azóta sincs az a szint meg. Első évben nem várható termés, ugye jó, hogyha kivirágzik, meg szépen halad a növény. Második évben már számíthat az ember termésre. Harmadik év ott már akkor olyan 100%-os a termés. A befektetés... Hát én konkrétan 1200 eurót adtam a gyökerekért, 600 euróba került ez a kút, amit fúrtunk, mert van locsoló rendszer is, mert az nélkül nem is érdemes indulni. Kézi szedés, az még a kiadás. Az eladott málnából ezt mind kibírom fizetni a szedést. 3 évvel ezelőtt akkor volt egy ilyen maximális termelés nekem erről a 4 sorról, kb. Fél hold, olyan 3000 kilogramm volt. Hát tavaly olyan 1000 kiló, most már 1000 kiló körül mozgok. Hol sikerül értékesíteni a friss gyümölcsöt? Van egy üzletünk, ahol állandóan hordom az árut, akkor vannak ilyen viszonteladók, akik szintén szoknak tőlem rendelni, háztól is viszik, meg hát a nagybani piacra, amikor a felesleg megmarad, akkor azt bevisszük. Sajnos ott most a zár egy kicsit lecsökkent, leesett, úgy most pár pillanat 150 dinárt fizetnek kilójáért. Én itten 240 dinárért adom kilóját. Szerintem ez a zár hát nem épp valami ideális, hoz egy kis hasznot, jövedelmet, de biztos nem azt az elvártat, amit gondoltak, vagy mind ami a elejébe volt, amikor beindult a szezon, mert akkor magasabb árakkal vették át. Elégedett ezzel a mezőgazdasági munkával? Hát elégedett lehetek, mivel hogy ez inkább olyan mellék keresett, mellék foglalkozás, nem hobbi szint, kicsit komolyabb szinten űzöm, de hát viszont nem tulajdonképpen nem 100%-osan ebből élek. Kinek ajánlja a málna termesztést? Fiatalabbaknak és olyan személyeknek, akiknek van jövőbelátás. Érdekli őket a pénzkereseti lehetőség, mert ebbe azért van. A magasabb szinten csinálják, ugye olyan termelők, akiknek nagyobb a földterület, ott már
mint ahogy előbb is említettem, ott már van jövedelem, és érdemes termeszteni. A meglévő fajták mellett az utóbbi években egyre nagyobb helyet foglal el a bőtermő és folyton termő málnafajta. A szedése június végétől a fagyokig tart, ezért a gazdák napszámosokat alkalmaznak a szüretre. Körülbelül egy óra hossz alatt, vagyis 3 kilót meg kell szedni, hogy meglegyen a napszám. 150 dinár. Országosan változik az idei málnahozam, míg Közép-Szerbiában a szélsőséges időjárási viszonyok, a késő tavaszi hó, majd a nyár elejei viharok, jégverések megfelezték a termést, addig a vajdaságban bőtermést szüretelnek. A hűtőházak és a nagy felvásárlók azonban nem hajlandók megadni a 2 eurós minimál árat, ami a termelők szerint nekik is jövedelmet szavatolna. A szarvasmarha biológiai felépítéséből sokkal jobban tűri a hideget, mint a meleget. Ez fokozottan így van a tejtermelő szarvasmarháknál, hiszen önállók a legnagyobb az anyagcsereforgalom. Ezügyben járultunk egy-két farmerhez, méghozzá egy nagyobb termelőhöz és egy olyanhoz is, aki bikahizlalással is foglalkozik. Egy topolyához közeli farmon él a tejtermeléssel foglalkozó Vojcsena család. Az elési időszakon kívül napi 5500 liter tejet fejnek. Az idei évben 1,5 millió literes tejhozamra számítanak, amellyel élen járnak a régió családi gazdaságainak versenyében. A nyári kánikula kihat a tej minőségére és mennyiségére. Ezért ruháztak be tavaly egy hűtőrendszer kiépítésébe. Hát jelenleg az állomány 320 állatot számlál, ebből 160 pillanatnyilag a fejős. A többi a növendék kategóriába tartozik. És ezen a farmon megtalálható a párásító, illetve a hűtőrendszer, ami ritkaságnak számít Vajdaságban. Hogyan mutatnád be ezt a rendszert? Hát ez a rendszer, hogy így mondjuk, nyugatról érkező technológiának egy része, amely próbálja a tehenek közérzetét javítani, és ezzel több tejet tudunk nyerni, ami egy ventilátor rendszerből és egy párásító szallagból áll, amely megpróbálja a levegőt lehűlteni, és így tulajdonképpen hűvösebbet csinálni magában az istállóban. Amint mondtam, nincs elterjedve ez itt Vajdaságban. Ti miért tartottatok fontosnak, hogy ebbe beruházzatok? Hát fontosnak tartottuk, mert tudtuk, vagyis hát olvastunk nyugati szakirodalmat is, hogy több tej nyerhető így, hogyha a tehenek hűvösebb légkörbe tudnak termelni, és ez most már a második éve, hogy használjuk, és be is bizonyosodott, hogy a nyári hónapokban nagyon fontos ez a rendszer működése. Mekkora beruházás ez is, mióta működik ez a rendszer? Ez a rendszer most a második szezonban működik. Az összértéke körülbelül 15 ezer euró volt, ami hát hosszabb, rövidebb távon ki is tudja fizetni magát. Beszéljünk kicsit a tejtermelésről. Milyen aktualitások vannak tejárról, illetve átvevésről, mit lehet elmondani? A tejár az most jelenleg talán lehet, hogy megfelelő mértékű, de viszont a beltartalom, meg az aflatoxin, meg az ilyen különböző paraméterei a tejnek problémát okozhatnak a gazdának. Ugye most vették le az értéket köztársasági döntés alapján. Erről neked mi a véleményed? Hát az Unióba akarunk lépni, mindenképpen összhangba kell hoznunk a törvényeket, és én gondolom, hogy ezért próbálja a minisztérium ezt megoldani valahogy, de viszont huzamosabb idő kell annak, hogy a gazdák át tudjanak állni a megfelelő minőségű tejtermelésére. Milyen helyzetben vannak a tejtermelők itt Bácskában? Hogyan látod? Hát elég nehéz helyzetben vannak, mert hát ugye a folyamatos átállás, a folyamatos megfelelés a piacon, a versenyképesség fenntartása, vagy tulajdonképpen magasabb szintű termelés elérése igen nehézkes a mai gazdasági viszonyok között. A hőstressz akár 20%-os tejhozam csökkenést is okozhat a teheneknél, de a hízóbikákra is negatívan hat a forróság, ilyenkor mérhetően kisebb lehet a súlygyarapodás. A bajmoki Lukács Anikó termelő szerint minden időjárási szélsőség kihat a tejtermelésre. Nagyon kihat rájuk, főleg a tej
nem a tej minőség, hanem, de még lehet, hogy arra is kihat, a mennyiségre főleg, hogyha nagyon meleg van, persze a jószág se úgy tűri, ugyanúgy, mint mi se nem bírjuk a meleget, a jószág se, úgyhogy amit csak lehet, megpróbálunk, van, ahol van ventilátor, ahol nincsen, ott mindenféle ablakok, ajtók nyitva, hogy kapjanak egy kis levegőt, mert különben nem jó nekik. Az állatorvos is arra figyelmeztet, a megfelelő szellőztetés, a tiszta és friss ivóvíz folyamatos biztosítása elengedhetetlen a nyári melegben haszonállataink és kedvenceink számára egyaránt. Fokozottan kell ügyelni rájuk. A nagytesti állatok közé, ha lovakat soroljuk, talán őnáluk a fokozott só és vízigény az elsődleges. Különben elég jól tűrik a meleget. Ellentétben a szarvasmarhával, és főleg a tejelő tehenek vannak kitéve a hőstressz sokrétű következményének. És a megfelelő szellőztetés, a megfelelő klimatizáció, tiszta és hideg ivóvíz állandó biztosítása elsődleges feladat. Más állatoknál is kifejezett a megnövekedett vízigény. A baromfinál főleg a pecsenyecsibék, a fehér hízócsirkék azok, amelyek megszenvedik a nagy hőstresszt, főleg a délutáni órákban gyakori az elhullás. Tehát eddig bír, délutánig még valahogy kibírják, de utána már nem. Más állatoknál például sokan foglalkoznak háztáiban nyúltartással, mivel ez egy prémes állat, amely a hűvöst jól tűri, de annál kevésbé a meleget, ő is fokozottan stresszérzékeny a nyúl is. Úgyhogy nekik is megfelelő hűvös szellőző helyet kell biztosítani. A kutya igen, léheg azért, mert nincsenek izzadságmirigyei, és ő nem tud szegény izzadni, ezért azt teszi, hogy kiölti a nyelvét, és így próbálja magát hűteni, hogy a fokozott vízleadással hűtse magát. Itt is a napi többszöri ivóvíz csere nagyon fontos, hogy megfelelő szellőző hűvös helyen legyen. Véletlenül se legyen kitéve tehát a kutyákat, általában a szegényeket olyan helyen tartjuk, ahol mi határozzuk meg, hogy hol legyenek, főleg ha láncra vannak kötve, és megesik az, hogy nem tud a tűző naptól elbújni. Főleg a sötét színű vagy a fekete színű kutyák vannak kitéve ilyenkor a hőguta veszélyének. A jószágtartóknak a hőségben tehát mindenképpen nagyobb gondot kell fordítaniuk állataikra. A hőguta, a stressz mellett a fertőzés veszély is nagyobb a nyári hónapokban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is lesz természetesen Pannon Gazda, és lesz majd Agrárvilág is a Pannon Rádióban vasárnap délelőtt. Várom majd ott is Önöket, a viszontlátásra!